A jövőben szeretnénk még több, még jobb, még változatosabb műsorokat készíteni nektek. Ahhoz, hogy ez sikerüljön és alkotói szabadságunkat megőrizzük, szükségünk van a segítségetekre. Ha a reklám nélkül és extra tartalmainkért cserébe úgy döntenél, hogy egy kicsivel is, de beszállsz a finanszírozásunkba, vagy hozzájárulnál karitatív tevékenységünk sikereihez, a videó alatti linkek valamelyikén egy a YouTube-tól független platformon megteheted. Köszönjük! Internetről ismerem a VV Zsoltinak a követőit, tehát a leggusztustalanabb csapat a világon a VV Zsolti követői, úgyhogy itt nektek üzenek, hogy a amúgy, mert itt minden, tehát tényleg bocs, hogy ezek mindenkit betámadnak, mindenkinek hisztíznek, érted? Elárasztják a Facebookodat, az Instádat kommentekkel, halálos fenyegetésekkel, csak azért, mert úristen, ez egy Zsoltikát, aki egyébként egy felnőtt férfi, nem tudom, hogy ilyen kis csicskáknak a védelmére miért szorul, de hát őt is minősíti meg, hogy nem tudja a közönségét soha leállítani. Áldassék a gyümölcs gusztustalan csicskák, én VV Zsolti vagyok, ez pedig itt a Showtime YouTube csatorna. Hát hogy mondjam, Greta Thunberg sem tudta volna szebben mondani egy jó kis klímaválság konferencián. De hát igen, hát a Pesti TV az egy ilyen nagyon laza, az egy ilyen nagyon fiatalos, az egy ilyen tök, hogy mondjam, annyira up-to-date influencer televízió, hogy ilyet simán meg lehet engedni, simán elküldhetnek titeket a kurva anyátokba, és hát az a vád is ért engem, hogy nem tudlak titeket kordában tartani. Itt szeretném felhívni a kedves figyelmeteket, hogy ti a nézőim vagytok, nem a rabszolgáim, tehát hogyha ti bármit szeretnétek mondani, én mindig azt mondom, hogy próbáljatok meg úgy kommentelni, hogyha mondjuk jön veled szembe az illető az utcán, akkor ezt neki is elmondjad. Most viszont nyomatékosan megkérlek, hogy a örök fiatal 40 éves deszkás kisfiúnak ne legyen igaza, és ne erősítsük ezt a sztereotípiát, próbáljatok meg a komment szekcióban normálisan kommentelni. Na! Hát igen, ez van. Jaj, jut eszembe. Feliratkoztál már? Annyiszor elhangzik itt a feliratkozó szem, meg annyit foglalkozik mostanában a Pesti TV az én feliratkozóimmal, hogy szeretném őket még jobban segre ültetni. Itt a videó elejére még be akartam vágni Balázskának a barinőjét, Dórit, de annyira érdektelen a lány, és annyira nem is értem egyébként az ő létjogosultságát a képernyőn, és mielőtt még jönnél azzal, hogy jaj, mert te nőgyűlölő vagy, nem, szó nincs erről, tehát hogy nem, még a jobb oldalon is vannak olyan nők, akik legalább föl tudják kúrni az agyamat, de ez a legrosszabb, tudod, ő a Netflixen ez a next gomb, hogy mire megkeresed a távirányítót és rányomsz, addigra már továbbugrik, tök felesleges, tök értelmetlen, és éppen ezért úgy voltam vele, hogy nem fogom rabolni a drága adásidőt. Na! Azonban, hát vannak itt, igen, Pesti TV megint napokon át foglalkozott velem is az én történetemmel, ugye emlékeztek, hogy volt a TikTokos videó, az Olivér, aki, mint kiderült, hogy jól tippeltem, és ez egy média hack volt részéről, ez egy ilyen szivatás volt részéről, és hát most az van, hogy ezzel a videóval ők foglalkoztak folyamatosan, mert hogy én azért próbáltam azokat az állításokat megcáfolni, vagy nem is inkább megcáfolni, hanem azért egy másik szemszögből, egy másik kontextusba helyezve és bemutatni nektek, amit ott az Olivér mondott a TikTokon, de mindegy, igazából tök mindegy, mert ennek már, ez már a múlt. Azt gondolom, hogy én itt mondhatok nektek bármit, viszont talán ami fontosabb, és talán ami sokkal érdekesebb, hogyha Olivérről és rólam volt szó a Pesti TV-n múlt héten, akkor az a legtisztább, hogyha Olivérrel együtt nézem meg ezeket az állításokat, úgyhogy most megyek és kapcsolom nektek Zoom-on Olivért. Szia Olivér, nagyon köszönöm, hogy tudunk beszélni és hogy elfogadtad az online meghívásomat. De hogy a Pesti TV-n lement egy adás, ahol hát szó volt rólad is és szó volt rólam is. Láttad? Igen, láttam azt az epizódot, én nagyon meglepődtem, ugyanis abban az adásban olyan dolgokat mondtak el, amik a TikTok videóimban el sem hangzottak. Na mindjárt elindítom neked, akkor nézzük meg együtt, jó? És akkor utána tudsz rá reagálni, jó? Szuper. Helyzet az, hogy van egy kifejezetten fiatal, 10-20 éves, vagy a 20 éveinek elején járó Olivér nevű TikTokozó, a közösségi médiát meglehetősen ügyesen használó figura, aki azt állította magára, hogy ő Pesti TV rajongó, és ő kifejezetten szereti a Pesti TV-t, és mennyire új gondolatokat hallott ezen a csatornán, és az egyik videójában Mészáros Lőrinc gazdagodásával is foglalkozott, de pont a balos narratívát cáfolta meg azzal, hogy kifejtette, hogy ő utána nézett az adatoknak, és hogy
hogy a magyarországi közbeszerzések 4-5%-át nyeri csak el a Mészáros csoport, és az összes többit, tehát mások is nyernek a közbeszerzéseken. Hatalmas hazugság az a baloldaltól és az ellenzéktől, hogy itt csak Mészáros Lőrincnek áll a zászló Magyarországon, mondta ezt Olivier. Na most ez látványosan nem tetszett VV Zsoltinak, aki beleszállt egyrészt a Pesti TV-be, másrészt Olivierbe, üzent is tulajdonképpen nekünk és Olivernek, és itt jön az íre a pont, mert hogy Olivért egyébként meg akartuk ide hívni a műsorba, a Pesti Galeribe, hogy jön el és mesélje el ezt a sztorit, meg hogy ő ezt az egész hogy érintette őt, de aztán kiderült, hogy Olivier közzétett egy videót, amelyben azt állítja, hogy ő ezt az egészet egy kamunak vagy egy gegnek szánta, és fogadást kötött az egyik hülye haverjával, hogy 100 000 forintot fog kapni azért, hogyha eléri a 100 000-es nézettséget. És Olivier kifejtette, hogy ő nem is Pesti TV rajongó, ez az egész tényleg egy hatalmas hazugság, és hogy ő akkor vissza is vonul itt a TikToktól, vagy hát nem érdekli a politika, és köpi itt az egészet. Ez az alaptörténet. Ugye ebből alakult ki VV Zsolt és Olivier konfliktusa. Olivierről kiderült, hogy hazudik, vagy most nem tudjuk, mi van vele, bár élek a gyanúperrel, hogy lehet, hogy megfenyegették, vagy kicsit ott belenyúltak az életébe. Ezért is lett volna jó, hogyha Olivier eljön ide, de minden esetre nem értük el, úgyhogy ez az alaphelyzet. És hát Balázs, te ugye ismered is VV Zsolt. Na, tömör volt, de kezdjük itt az elején az állításoknak. Mennyire vagy Pesti TV rajongó? Melyik a kedvenc műsorod a Pesti TV-n? Fogalmam sincs, hogy milyen műsorokat raknak fel. Egy műsor van, amit néha szoktam nézni. Ugye ez a Fairlight-nak van ez a csatornája, akit néha az ismerősömmel szoktunk nézni, és akkor ő néha felrak ilyen videókat, és akkor együtt megnézzük, és akkor néha röhögünk rajta, vagy ugye például múltkor meghívta Sobert Norbit, ez elég érdekes adás volt, de egyébként Pesti TV-t egyáltalán nem szoktam nézni. Igen, hát hogy ott hangzott el, hogy Auschwitzban is soványak voltak az emberek, tehát ezért így van. Genetikai dolog az, hogy az ember genetikailag nem dagad. Igen. Én végignéztem, bevallom töredelmesen az összes TikTok videódat, mielőtt készítettem rólad egy videót, és én nem találtam meg azt a videódat, és én le is töltöttem őket, ugye, hogy videóhoz föl tudjam használni, viszont nem találtam meg, amikor azt mondod, hogy neked a Pesti TV a kedvenc tévéd, és hogy szereted a műsoridat, illetve azt se találtam meg, amikor azt mondod, hogy hazudtál, mert nem szereted a Pesti TV-t. Mikor beszéltél te egyébként a Pesti TV-ről? Egyszer sem. Tehát se a Discord szerveremben, se a TikTokon, se sehol sem nem említettem meg ezt a Pesti TV-s hülyeséget. Én nem értem, hogy ezt honnan szedték. Állítólag 100 000 forintot kapsz most az egyik barátodtól, mert hogy ezt a fogadást megcsináltad, legalábbis most itt ez hangzott el. Mire fogod ezt költeni? Na, hát ilyen se történt, hogy 100 000 forintba fogadtunk volna. Ezt sem tudom, hogy honnan szedték, valószínűleg őt összekeverték ezzel a 100 000 megtekintéssel. Gondoltad mondjuk azt, hogy politikai KSH adatokat teszel közzé, illetve miért gondoltad, hogy mondjuk ennek talán ez a legjobb közlési formája, vagy ez a stílus, amit tolsz, hogy ezzel lehet leginkább a TikTokon érvényesülni? Akkor gondolkoztam magam, hogy hogyan lehetne a legprovokatívabban valamit előadni. És én tudtam, hogy a politika az embereknél nagyon kiszokta sütni a biztosítékot, és akkor úgy gondoltam, hogy hát jó, akkor igazából álfideszest játszok, és ez össze is jött. Na most nyilván az adatokat, amit felolvastam, az ugye mind valós, és ugye mind úgy van, ahogy van. Azonban ugye e köré nagyon jó kis propagandát lehet felhúzni, ugyanis mondhatjuk, mert én általában a videóimban úgy beszéltem, hogy a Fidesz kormány alatt ennyivel nőtt a reálbér, meg ennyivel csökkent a munkanélküliség, de én ezt ugyanúgy el tudnám mondani, hogy például mondjuk a Fidesz kormány alatt a szomszédomnak kidőlt egy fa. Most ez biztos, hogy a Fidesz kormánynak köszönhető, vagy mondjuk azért, mert olyan volt az időjárás, vagy stb. Tehát azért nem csak a Fidesz kormánynak lehet idézőjelbe köszönni valamit, hanem ezért ott vannak másfajta faktorok is, mint például ugye az, hogy 10 éven keresztül nem volt semmiféle világgazdasági válság, mint ugye például Gyurcsány Ferenc idejében, ugye amikor volt a 2008-as világválság. Neked akkor ez lett volna a véleményed, nekem igazából ezzel sem volt a bajom, nekem inkább a közlés formával volt bajom, de mint kiderült, ugye hát ez egy jól megtervezett hoax volt, vagy egy jól megtervezett ilyen dolog volt. Viszont ami egészen elképesztő, hogy ugye pont a Mészáros Lőrinc, azt hiszem te 6-7%-ot mondtál a videóidba, ugye? 6,8, tehát körülbelül 7%-a, itt a Pesti TV-n ez már 4 volt, 4-5% volt. Figyelj, jövő héten lehet, hogy már csak ilyen 2-3 lesz.
Én mindettől függetlenül, és tényleg, hogyha egy pillanatig is érezted azt, akkor nyugodtan mondd meg, hát figyelj, nem, tehát elég távol vagyunk egymásra egy képen, abszolút nem gondolom, hogy bármilyen okod lenne esetleg félni tőlem. Érezted, nem tudom, bántónak, sértőnek, esetleg személyeskedőnek, akár csak bármi, ha volt ilyen, tényleg nyugodtan mondd meg a videómat irányodban? Nem. Szóval, hogy nyilván azért egy-két személyeskedés volt, de mint ez a lepkés, nem tudom, micsoda van, amit mond. Igen, csattogós lepke. Nyilván ez kicsit ilyen személyeskedés volt, de én nem gondoltam volna az, hogy a videó bármiféleképpen ellenem irányult volna. Ugye azt mondják itt a Pesti TV, hogy el akartak téged hívni. Miért nem mentél el hozzájuk, vagy miért nem fogadtad el a meghívásokat? Miért nem mentél el a Pesti TV-hez tisztázni ezt az egész helyzetet? Nagyon jó kérdés, nem hívtak meg. Tegnap 19 óra 44 perckor kaptam meg én ezt a videót, amiben itt rólunk szó van, és hát nagyjából, hogyha most ránézek ide a Discordra, hogy mikor is kezdtünk el beszélgetni, 20 óra 23-kor, tehát ez egy nettó olyan, hát picivel több mint fél óra alatt sikerült eljutnom hozzád, akkor ez azt jelenti, hogy téged azért nem olyan nehéz megtalálni, nem? Hiszen azért nyilvános volt a Discord szervered. Tehát, hogyha akart volna Pesti TV egyébként, te válaszoltál volna a kérdéseikre? El tudtam volna hozzájuk menni, válaszoltam volna a kérdéseikre, és nem gondolnám, hogy én bármivel elleneztem volna ezt. Tehát ugyanúgy meg tudtak volna találni, mint ahogy ugye te engem. A videóm előtt érte egyébként téged atrocitást, kaptál-e negatív kommenteket a TikTokon a videóm előtt, illetve a videóm után, videóm közben, és azt szeretném kérdezni, hogy konkrétan privát üzenetben valaki, vagy esetleg akár nem csak online, hanem offline módon téged, a családodat, bárki vegzált, bántott-e téged akár a videó hatására, akár csak a TikTok hatására? Igen, tehát ilyen volt a videód előtt is, és a videód után is. Tehát igazából semmi nem változott a videód után, én nem gondolom, hogy bármivel jobb lett volna. Nem mondom, hogy rosszabb lett, de szerintem semmivel nem lett jobb, tehát nem javult se, rosszabb lett a helyzet, szerintem ugyanott voltunk, ahol eddig is. Én nem tapasztaltam semmilyen olyan dolgot a videód után, ami arra utalna, hogy engem itt meg akarnak ölni, vagy valami ilyesmi. Egyébként a videóm hatására törölted le? Tehát, hogy az volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy jó, akkor oké, ha már YouTube-on is erről van szó, akkor inkább hanyagolom. Na most, miután összejött a 100 000, én még csináltam egy kicsit videókat, azonban igazából már kezdtem ugye gondolkodni azon, hogy mikor álljak ezzel le. Tehát ez már sokkal a videód előtt volt, mert ugye a videód előtt értem el ezt a sok megtekintést, de én már akkor is úgy gondolkoztam igazából, hogy jobb lenne, hogyha már ezt abba hagynám, mert igazából ezek a kommentek, tehát tényleg már én attól féltem, hogy meglátnak az utcán, aztán belén vernek egyet, vagy valami ilyesmi, mert azért tudom, hogy vannak ilyen emberek sajnos, de... azért van egyébként, mert kormánypárti propagandát toltál, vagy azért van, mert mondjuk olyan stílusba tetted ezt? Tehát, hogy ez melyik? Szerintem igen, szerintem ezért is benthatnának, de én úgy gondolom, hogy igazából ez én 50-50%-ban a stílusom miatt volt, másik 50%-ban meg inkább amiatt, mert ezeket vallom, legalábbis ezt a fajta idézőjelben ideológiát, vagy ugye a Fidesz-szel pártok, szerintem ezért is simán megverhettek volna az utcán, de én inkább úgy gondolom, hogy azért az a stílus is belejátszott azért ebbe az egészbe. Jó, már nem emlékszem pontosan, hogy a végén mi volt az állítás. Most megnézzünk még egy kis videó részletet, mert itt is egész érdekes dolgok fognak elhangzani. Gondolat, tehát ott azért nagyon meggyőző volt az Olivernek a TikTok videói nagyon sok helyen, és egyrészt én nem hiszem el, hogy ez egy fogadás volt, másrészt meg nagyon érdekes, hogy pont utána lett az egész fogadás, miután a Zsolti, ugye, ahogy ezt a Dóri is mondta a videóban, a 140 ezres YouTube csatornáján konkrétan a célkeresztbe tette őt. Ami itt furcsa, hogy igazából most kéne, hogy töke legyen az Olivernek, tehát amikor nyilván tök könnyű jobb oldalinak lenni, amikor nem támadnak, de akkor igazán fasz a gyerekség, hogyha támadnak, és ezt ugye mi is minden nap tapasztaljuk, meg ugye hát nyilván az ember, tehát megvédenénk őt, amilyen fronton csak tudjuk igazából, szerintem ebből nem lenne neki problémája. De tényleg az a jelenség, hogy akár VV Zsolti, vagy legyen bármilyen balos, liberális arc, igen, betámadnak jobboldaliakat, és tényleg mondjuk megfenyegetik, megfélemlítik, ha ez valójában így történt, akkor azért az nagyon... Ez a mániájuk, ez az online bullying. Az Olivierről annyit, hogy
nem tudom, hogy hány éves tényleg, mert sok minden, hogy 18-20, azt el tudom képzelni, hogy tényleg megijedt, tényleg ettől a sáska csapattól kapott valószínűleg egy-két fenyegetést, ezt én el tudom képzelni, ettől függetlenül tényleg ki kéne jönni most már ezután a fényre, főleg, hogyha ezeket a dolgokat tegyük föl, hogy nem fogadásba, hát hogyha szépen összeszedett ennyi minden tényeket, akkor tényleg védje meg magát, meg ahogy mondtátok mi is. Na, Olivier, hát ki kéne lépned a fényre, legyen tököd, most kéne igazán vállalni magadat, teljes jogú vélelmet kapsz, ezek hangzottak el itt egészen tökösen, egészen a fényben vagy most, ugyanis vállaltad ezt a beszélgetést, és még mielőtt bárki félreérteni, azért azt mondjuk megbeszélhetjük, mert mi erről beszéltünk, amikor megkérdeztem, hogy neked milyen politikai nézetet, te milyen politikai nézeteket vallasz, mennyire kóser az, amit a, ha élhetek ezzel a szóval, hogy kóser az, amit a TikTok csatornádon láttuk, és te valahova középre helyezted el magadat, ugye? Jól emlékszem. Hát igaz, magyar politikai szinten én azt gondolom, hogy eléggé független vagyok. Nyilván én úgy gondolom azért, hogy a Fidesz a legkevésbé rosszabb párt, ezt még ma is így gondolom. Azonban én egy libertárius, tehát én libertárius eszméket vallok egyébként attól függetlenül. De ez a, mi a videóimban elhangzott, ez nyilván ez teljesen nem volt komoly. Ettől függetlenül, mondom még egyszer, én mindig még úgy gondolom, hogy a Fidesz a legkevésbé rosszabb párt, de nem biztos, hogy rájuk fogok szavazni, vagy bármiféle ilyenek, azt majd még el fogom dönteni. Ugye mondod, hogy a Fidesz a legkevésbé kártékonyabb párt, a legkisebb rossz, úgymond. Emberjogi szempontból ezt hogy látod? Igen, de most nyilván szociális téren én mindenféleképpen liberális ember vagyok, és én úgy gondolom, hogy az, amit a Fidesz csinál, az borzalmas. Tehát ugye nemrég ugye be kellett iratni az alkotmányba az, hogy az anya, nő, az apa meg férfi, nem értem, mi szükség volt. Vagy ugye például az, hogy ugye már a melegek nem adoptálhatnak. Tehát ugye ezek olyan dolgok, amik igazából már emberi jogoknak az áthágása. Tehát akkor nem érkezett senki részéről fenyegetés vagy nyomás tulajdonképpen azért, hogy te leszed a videóidat, ha jól értettem. Illetve, hogy mondta a Balázs, hogy ő nem hiszi, hogy ezt csak eljátszottad és kitaláltad, őt nem lehet csak úgy megvezetni. Hát Balázs egy éles eszű és éles szemű keresztény konzervatív 40 éves örök gyerek, és hát őt nem lehet csak úgy átverni. Ezek szerint akkor neked mégis sikerült. Nem tudom. Igen. Jó, de talán ebben a videóban akkor most már sikerült tisztázni. Ha valaki esetleg szeretne beverni egyet Olivernek azért, mert ő ilyen stílusban beszélt, akkor azt most már érdemes tudni mindenkinek, hogy ez nem volt komoly. Oliver, én nagyon szépen köszönöm neked még egyszer, hogy tudtunk beszélni, és tudtuk mindezt tisztázni. Bízom benne, hogy továbbra is hűnézője leszel a Pesti TV-nek, és figyelj, hogyha úgy van, akkor menj el hozzájuk, beszélgessél velük is, és minden szempontból vigyázz magadra, sok sikert és csodálatos életet kívánok neked. Köszönöm szépen. Na hát tényleg köszi Olivernek, nincs még vége az adásnak, még van egy kis szösszeret, amit itt szeretnék nektek megmutatni, mert hát hogy mondjam, ez kifejezetten szíven ütött. Nekem az nagyon nem tetszik, hogy a VV Zsolti is egy ilyen komplexusos ember, aki azt mondja, hogy ha őt támadják, akkor jaj, biztos azért támadnak, mert homoszexuális vagyok, és engem állandóan támadnak, nem, védjetek. Nem, mert egy és mindig azt mondja, hogy engem támadnak, védjetek meg, jaj, ez fáj, miért ezt ne csináljátok, de hogy ő szabadon bánthat bárkit azért, mert Pesti TV rajong. Hogy engedi meg magának egyáltalán az, hogy ugyanazokkal az eszközökkel, mint amit egyik őt támadják, ő más mer támadni. De ez milyen kérdés? Ez egy sima útvaros propagandista. Még mielőtt bármit is kérdeznék, szeretném megtudni a szőke srácnak a kozmetikusát, gyerekek, mert ilyen szemöldököt, bazd meg, egy transvestitán nem látok. De komolyan mondom, hát ez egy gyönyörű, elképesztő. Figyelj, ez a kétharmad, egyharmados kicsit, hát figyelj, gyönyörű szép. Annyira fura ezt tudod, mert annyi, tényleg rengeteg hibám van, annyi mindent, most nyilván nem segítek nekik, de rengeteg mindent föl lehetne sorolni, ami egyébként tényleg igazán, hogy én tényleg változnom kéne. De azt mondani, hogy amikor engem bántanak, én rögtön a melegségemre hivatkozok, hogy ez kritikán aluli. És mindent összevetett, az annyira szomorú dolog, ez annyira szomorú dolog, amikor már kiteszik, tudod, a saját Facebookjukra, nyilván az én nevemmel, én képemmel eladják éppen az aktuális tartalmukat,
előtte, utána halott a Facebook, engem kitesztek, rögtön fölrobban, lehet ott rögtön vitázni, meg mit tudom én, és akkor egy úr vagyok, bazd meg, odaírok tényleg, hogy lássák, foglalkozom velük tényleg, de amikor már a saját nézőid, hát nem azt hagyjuk, követőid, vagy bárkit, tehát a saját szimpatizánsaid is azt mondják, hogy figyú, hát az van, hogy igen, lehet nem értünk egyet a sráccal, de ő legalább eljut emberekhez. Hát többek között ez az egyik oka, hogy miért is jutok el én emberekhez, és ti miért nem jutok el emberekhez, mert annyi hibám van. Hallod, fölhívtál volna, vagy így, esküszöm, én leírok neked két tucatot is, ki tudtátok volna vesézni. De pont nekem azt mondani, a komplexusos az igaz, egyébként abban nem tudok belekötni, de hogy pont rám azt mondani, hogy én sírok azért, mert hogy engem lebuziznak, és hogy védjenek meg akármi, hát ne haragudj, Léci, háromszor mentem el hozzátok, és konkrétan ti hárman meg négyen voltatok, és hát azt gondolom, hogy na, ha csak a közvéleményről beszélgetünk, és a személyes tapasztalataimat előtte, utána lévő privát beszélgetéseket nem is ugye veletek, ha csak tényleg a közvéleményt nézzük, azért háromszor elég erősen föl lett mosva veletek a padló, és úgy, hogy ti és egy csapat voltatok, a saját szimpatizásaitok körében, ti többen voltatok, hárman, négyen voltatok, mindellenem, oda mertem állni, én pont nem az vagyok, aki védjetek meg, hanem én merek veletek vitázni, én tök simán kimerem mondani, amit gondolok, mert nekem nincsen félnivalóm, érted? Engem nem érdekel, hogyha valaki lebuziz meg. Pont ezt szoktam mondani, minden interjúmban elmondom, hogy ne azért utálj, mert meleg vagyok, beszélgessünk egy órát, találsz ezer más is hit, de tényleg találsz, én sem vagyok feltetetlen, nem játszom az igazságbajnokát, és ezért nem működik a ti kis játszóteretek normálisan. Mert pont, hogy olyan idióta fasságokat beszéltek, olyan annyira elmegy a kommunikáció, hogy tudod, így nézem magamat, és hát azért öngól. Hát ha ezer másik dolgot föl tudtál volna hozni, és te fölhozol egy ilyet, amit a ti saját műsorotokba cáfoltam meg legalább háromszor, és egyébként megnézed a videóimat, és rengetegszer el szoktam mondani, hogy azért, mert valaki buzis viccet mesél még, nem homofób, meg akármi, nem is szoktam homofóbnak hívni embereket, ha csak tényleg nincsen olyan konkrét homofób kijelentése. Léci, térjetek már részhez, és tudjátok, hogy miért jutok el az emberekhez? Nem azért, mert én olyan hatalmas nagy ember vagyok, vagy mert olyan nagy jampi vagyok, hanem azért, mert nincs a fülembe valaki, aki mondja, hogy mit kell mondanom. Nekem nem tejelnek havonta. Nekem nincsen financiális érdekem abból, hogy olyan dolgot mondjak, amit nem szeretnék. Vagy amit nem is gondolok úgy. Amit én mondok, azt a bőrömön tapasztalom. Minden egyes könyv, ami innen kijött, azért, mert nekem nem lehet gyerekem, minden egyes olyan fájdalom, minden egyes kín, amit a vőlegényemmel együtt átéltünk, azért, mert a ti kormányotok, a hűnszeretett kormányotok meghoz olyan intézkedéseket, amivel emberi jogokat a földbe tipor, az innen belülről jön. Az engem éget, én azt érzem, és ezt adom át, ezt az őszinteséget, ezt az igazat, ezeket a fájdalmakat. Nem utasítanak arra, hogy én ezt mondjam, nincsen belőle érdekem, nem kapok érte pénzt, a saját pénzemből vásárolt kamerának, a saját pénzemből vásárolt mikrofonba, a saját lakásomban. A kanapémon, amire meg annyi ember elfogadta már a meghívásomat, ja, hogy ez fáj nekik? Hogy közjogi méltóságok, Jászai Maridíjas színművészek eljönnek hozzám? Hogy olyan művészek, olyan celebritások teszik tiszteletüket, akik soha nem mennének el hozzájuk? Hát bazd meg, ez van. Pedig aztán nem milliókból készül a műsorom. Na jó, van mindegy, hát srácok, ennyi volt, nagyon szépen köszönöm, remélem foglalkoztok még velem, addig is kattintják a műsoraitokat. Azt gondolom, hogy mindenki számára tiszta, hogy nem tudok elköteleződni a jelenlegi kormány mellett. Én nem tudom azt gondolni, hogy a Fidesz a legkisebb rossz. Jelenleg azt gondolom, hogy ha egy ruhaszárító irányítaná az országunkat, az is jobb lenne. Úgyhogy, hát bocs, nyilván persze nem fogok hazudni, meg nyilván persze én sem vagyok hülye, tehát látom én is az ellenzéknek a hiányosságait, de minden esetre nekem az az egyetlen egy esélyem, és ezt értsétek meg. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk hamarosan. Sziasztok!